A Fidesz tisztújító kongresszusán újra pártelnökké választották az ellenfél nélkül induló Orbán Viktort. A miniszterelnök beszédében kiemelte, a Fidesznek egyre kevesebb a belpolitikai és a külpolitikai ellenfele, így leginkább arra kell figyelni, hogy a fideszesek egymásról ne mondjanak rosszat. Orbán Viktor az Európai Uniónak is üzent és beszélt az önkormányzati választásról is. És erről az oldalról is, ott is mosolyogni kérem. A kongresszus háziasszonya Novák Katalin minden oldalról megörökítette a kezdés pillanatát. A tisztújítás nem hozott meglepetést, Orbán Viktort ismét elnökké választották, a tisztségért nem induló Gulyás Gergelyt pedig Kósa Lajos váltja az egyik alelnöki poszton. Mélyen megérint, sőt néha megrendít. Így fogadta Orbán Viktor, hogy ismét a Fidesz elnökévé választották a küldöttek. A miniszterelnök szerint a kormánypártnak egyre inkább fogynak a belpolitikai ellenfelei. Demokrácia igen, liberalizmus nem, ez a mi programunk. Orbán Viktor úgy látja, két rendszerváltásra volt szükség, hogy idáig eljussunk. Az első az 1990-es liberális rendszerváltás volt, amelyet szerinte 20 zavaros év követett, amikor az anarchia felé sodródott az ország. Máig sem értem, hogy nem értik meg a szocialisták, hogy hajszálon múlt, hogy 1990 után másodszor is épp bőrrel megúszták. Igény lett volna rá. Hogy nem értik meg, hogy rajtunk, csak rajtunk múlott, hogy az utcai forradalom helyett az alkotmányos forradalmat választottuk. A kormányfő hangsúlyozta, ezeket az éveket követte a második, nemzetinek vagy kereszténynek nevezhető rendszerváltás. A keresztény szabadság a politikában nem valami elvont dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. Világpolgárság helyett hazafiak. Internacionalizmus helyett hazaszeretet. A miniszterelnök beszélt az előttünk álló évtized kihívásairól. Szerinte a következő 10 évben felszámolja Magyarország a szegénységet, és rendezik a cigányság helyzetét is, valamint a magyar szuverenitás kiharcolása is következő szintre lép. Orbán Viktor kijelentette, Magyarország az unió tagja marad, hiába van ideológiai különbség a nyugati és keleti országok között. De ehhez az is kell, hogy felhagyjanak az országaink elleni támadásokkal. A nemzetközi baloldal, Washington és Brüsszel nemzetközi politikába beépült liberális hálózatai jelentik a legnagyobb veszélyt a közép-európai térség békés, nyugodt életére és gazdasági fejlődésére. Az önkormányzati választásról is beszélt a miniszterelnök. Szerinte egy ideig úgy tűnhetett, hogy az ellenzék rendezte a sorait, de az utóbbi napok eseményei igazolták, hogy ez nem így van. Választási esélyeiket a magyar nép humora már megénekelte, miszerint elmegy a szocialista polgármester jelölt a feleségével szavazni. Este eredményhirdetés, az MSZP jelöltnek 3 szavazat, mire az asszony: Józsi, neked van valakid. A kormányfő úgy látja, hiába szerencsés a csillagok állása, nem lehet félvárról venni a választást, mindenkit el kell vinni szavazni.